Pisti! Eneba, több mint 10 000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Pisti kóddal 3% leesik. Na hát, szevasztok srácok, sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk Istvánnal, a Magyar Nagydíjon, szevasz István, sziasztok, hello! Sziasztok srácok, romlott hazai! Meglátjuk, mi lesz, Magyarót! Nem szeretjük, az a helyzet annyira. Nagyon nem. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a Magyarországon lévő pálya. Igen, mondjad csak. A rázom, igen, mondjad. A Magyarországon lévő pálya, de ezt egyszerűen... Én azért nem szeretem, bevallom őszintén, mert nem érzem. Tehát nekem ez nagyon nehéz pálya, tehát hogy így... Én ezért nem szeretem, úgyhogy... Hát, sok reményt nem fűzök ehhez a nagy díjhoz, de lenyomjuk. Az előzőre pedig annyit szeretnék reflektálni, hogy srácok, nem vesztünk össze, nincs izé, a verseny közben, a verseny hevében nem mérlegeltünk, miért is mérlegelnénk, senki nem mérlegel verseny közben. Onnantól meg el volt az egész felejtve a rágba, úgyhogy ennyi. Verseny, csak, hogy verseny volt, ennyi igazából, kész. Az meg, hogy kinek a hibája, azt meg... Most mindegyikünk versenybíró, úgyhogy ti is, mindenki el tudja dönteni. Úgyhogy ennyit erről. Na jó, nézzük akkor az első gyorsat. Gyorst? Nem megy ez a pálya. Nehéz pálya, eléggé. Nagyon. Kicsit gyakoroltunk, de... Hát nekem max a versenyen megy jobban. Istvánnak meg talán az időmérő, hát ki tudja. Na és innentől én rohadt lassú vagyok. Nekem kell majd még egy másik kör. Aik milyen szintem? 68. 68, csak hogy már úgyis kérdezik mindig. Ugye Ausztriára feltettük 78-ra, majd itt mentünk gyakorlást 78-an és... Hát gyakorlatilag szarrá vertek minket. Na ezt most jól lecsesztem ezt. Úristen. 1.18.4. Gyenguszka. Ugye felhős idő van, tehát a tavalyihoz nem lehet így viszonyítani időben. Mindegy, ezt tudtuk hozni. Gumér, mert bár most még jó az idő, érdekes módon nyilván, mert nem volt ennek kőkezve köröm. Egy miért kört, hogy csak bemegyünk már vele? Ja, azt mindenképpen nyomd le. El akartam már engedni itt a dolgot, de borzasztó miért kör lesz, tehát az egyértelmű. Ha utálja a médiát, hát ez egyértelmű. Egy 21-et sikerült menni, ami borzasztó, de tényleg szar volt. Ezek mit művelnek, srácok? Hát, de legalább van egy miért köröd. Hát az van, persze, de ennyi. Ah.
Hihetetlen, hogy elszarom. Mellé váltok, nem jó? Nem most mondd be, hogy mennyi üzemanyag van! Elképesztő. Új gumi. Jó! Na! Az szép. 1.18.1 az Istvánnak. Volt már jobb is, volt már jobb is, de... Jó, de most nem. Jaj, az egy szép idő. Éreztem, hogy a pulzusom emelkedik, érted? Nem is tudom, a sikám volt olyan, hogy... Oh. Dick! Na, ha ezt engem büntetnek, meg megőrülök. Srácok, abszolút elfért volna. Hihetetlen. Én nem tudom, hol marad ennyi benne, de ennyire nem érzem, srácok, hogy azt se érzem, hogy hol marad benne. Egy másodperc. Hogy mentem ilyen űridőt először? Nem értem. Hát ebből ilyen 13-14. Hely jobb esetben. De nézzük. Igen, Perez megelőz. 8, 9, 10. Elfült az üzemanyagom! 11. Há, Istenem! Na jó, mindegy, legalább nem ezen a kopottak. Bazzik, Perez! Perez bejött elém. Hát akkor mindegy, kimegyünk. Elfült az üzemanyagom, pedig javítottam! Jó van, 12. 12-ről? 12-ről srácok. Wow. Na mindegy. Legalább nem a rosszabb gumi megyek. Nem a rosszabb gumi rajtolok, ez viszont jó dolog. Viszont második hely, ha egyelőre még legalábbis. Aztán meglátjuk, nem tudom. Annyi. Másodikról indulsz. Másodikról fogok indulni, mert most a boxba bejöttem. Basszus, igen, a másodikról. A célegyenes ráfordul előtt ment, tehát fogyott az üzemanyagom, nem figyeltem. Uh-huh. Jaj, pedig valami, nem is tudom, valamennyit javítottam volna, nem sokat, de nem volt rossz. A középső szektorom lila volt pedig. No, na jó, nézzük akkor. Mik ezek a szarok, mik ezek, imótok? Nézzük a futamot. Yes. Mi a szar ez? Kesztyű? Mi ez, bazd meg? Úristen, itt is van ilyen? Istenem, de hülyeség. Na, második hely. Aha, 3/10 azért megcsapott engem a Science rendesen. Fúha! 10-re vagyok az első helytől. Nice. 5/10, az jobb, mint a gyakorlások során. Mert ott ilyen másfél másodperc volt, úgyhogy... Ja. Nem, Patrick-től az lehet egyébként számítani lehet rá, hogy följön, tehát ő nagyon jól krúzol gyakorlatilag az emberek. Vagy eldobom, a tehát ez a kettő lehetőség van. Nem, az egy lehetőség van, hogy te följössz. Race strategy, kicsit megpakoljuk magunkat, üzemanyaggal, jó? És elvileg a 6. körbe megyünk ki, közepesekért. Meglátjuk. Meglátjuk. Majd mondjuk. Formation lap. Neked milyen szint, milyen állapotról akarsz osztok? Nem látom ilyenkor. Nem látod? 5-6 százalékos.
Nekem? Neked? Nekem 8, 7-8. Aha. Kapta azért. Hát ez egy ilyen környi kb. Igen. Hát kettő, ebben kettő körös volt a dolog. Hát nem, az egy környi előny van nálam, úgy értem. Ja, igen. Menj ki előbb, te majd. Hát mármint, pont hogy én, hülyeséget beszélek, ja. Majd érzed úgyis, elvileg a 6-ba kéne kimennem, de majd szóljál, hogy te mikor mész ki. 6.-9-re írja nekem. Hogy azok nekem is, között valahol. Ugyanezt írja nekem is nyilván, persze. Jó. Hú, srácok. Hát itt tényleg ne számítsatok jó helyezésekre tőlem, semmiképpen. Nem, tehát hogy egyszerűen ezt semmelyik évben nem szeretjük ezt a pályát. Nem tudok vele mit csinálni. Rengeteget adok, meg minden. Következő briteket én nagyon fogom szeretni, de ez egyszerűen... Ez nekem jó, túl nem bonyolult itt van kettő pálya. Amúgy. Igen, ez egyszerűen nekem túl bonyolult pálya. Ennyi. Nagyon nehéz. Itt veszi majd valaha? Ja, jó. Úgy még azért biztonság kedvérrel is fékezem. Így van. Jó. Na hajrá, jó kocsik. Rajt kéne. Hajrá neked is. 18 kör talán? Sok. Nagyon szét lehet esni ezen a pályán. Sok, nagyon szét lehet esni ezen a pályán, srácok. Borzasztóan. Abszolút. Nyomjatok egy like-ot nekünk. Így van. Bang, bang, bang. Na, hajrá. Hajrá. Honnan indulsz? Mindegy. Basszus. Ne, bazd meg. Ezt nem hiszem el, srácok. Mi történt? Ezt nem hiszem, semmi. Okay, the start was fine. Let's try and move forward. Ezt nem hiszem el. Mondjad, mi van? De semmi utolsó hely, teljesen mindegy. Ó, Istenem, tesó! Ott azon a fehér szaron csúsztam ki, tudod? A akvapartnál! Aha. Így van. Én is tudod, majdnem eldobtam, hallod? És magamtól, kigyorsításkor. Majdnem ott voltam mögötted az utolsó helyen, ne aggódjál. Fú, srác, most tényleg annyi, hogy nagyon kell koncentrálni. Nem szabad arra gondolni, hogy mi lett volna. Baj, nem érem őket utóval. Én se. Jó, de egy kicsit máshol vagyunk a pályán, úgy értem. DRS is now enabled. Elképest mennyire mások a féktávok, srác, aki megtankolt autóval. Nyilván.
csak távolodnak. Hihetetlen. Tudom, hogy szarok az íveim és azért meg a féktávok, de egyszerűen nem érzem ezt. Inkább biztonságosabb próbálok menni. És ők persze nem dobják el ezen a fehér szaron. Nem! It's time to utilize some of this energy. We're leading our teammate by 11.1 seconds. Ah! Hova mennek? Atya Isten! Bocs, rácok, menjetek át az Istenhez, ne nézzétek! Hát az itt látnak sokkal több mindent, ne aggódjál. Ne! Majdnem rámentem, majdnem ott dobtam alól te. Nem írtam, meg fog enni engem hátulról simán. Korán fékezem nagyon valamiért utamon. Áj, megpróbálok mélyed, de akkor... Azaz! Egyszerre hallod? 3,6-ra ment el a 19. tőlem, nagyon durva. Igen, nagyon kemények amúgy. Látjátok, srácok, ugyanaz! Ugyanaz a szintű AI! Mint, ugye? Nem ugyanaz, 10%-tízzel kevesebb. 10-zel kevesebb srácok, mint ami volt Ausztriában, és látjátok, most szenvedünk velük. Ennyit számít azt, hogy a pálya éppen hogy megy. Ezért nem akarjuk nagyon variálgatni az aikat, mert ezért most küzdelem van itt, mint az állat. Tire condition is still looking good. Russell, nem tudom egyszer, nem tudom közel kerülni hozzá. Még DRS zónán belül. Annyira jobban veszi a kanyarokat, vagy nem tudom, de... We want to pit this lap, so push now. Na, ez nem volt túl okos. Türelem, türelem, türelem kell nekem. Arra van szükségem most. Öt másodperc, srácok. Másfél másodpercet kapok körönként. És hiába erőltetem. Jó, eldobtam. Ó, bassz meg. Neki volt. Kimegyek a boxba. Oké. Muszáj. Szárnyisd? Persze! Természetesen! Hogyne?
16-ra estem vissza. Jó, az még pont kellett 3 másodperces penalti. Annyira kellett. A speeding, így van, megkapom a speedinget is. Nem, jó. Nice. Nem kaptam. Hát ebből nem tudom, mit akarok már még kihozni, de majd meglátjuk, srácok. Ajajajajajajajajaj. Release. Na akkor én többet remélhetőleg nem jövök ki. Basszus! Hol? Mindegy, hagyjuk. Már én is amúgy az 5. voltam, onnan estem ki. Kemény. Hoppá, nem tapad. Hülye vagy te, bazdmeg. És 3 másodperc is befigyelt most, nagyon jó. Hát ez akkor... Tényleg nagyon nem szeretem ezt a pályát. Hú, srácok! Szörnyű vagyok, bocsánat. Hú! Na mi van? Semmi, a tűzzel játszok! Hello! Szevasztás show! Becker it! Figyelj, most amúgy menjél majd nyugodtan. Ahol... Baszki! Nagy azt hitt, hogy én jól megyek. A médium ezt kicsinál. Na. Semmi. Inkább nem beszélek róla. Volt egy kis teriyaki. Oh! Oh! Patrick! Hello! Jaj! Ne basszus, srácok! Ahogy kimondta az Isti. Ne haragudj! Hát erre számítottam. Hogy ez ilyen lesz. Mondhatnám úgy is, hogy nincs semmi meglepő. Istenem, van, amikor előbb fékezek, amikor később, nem tudom belőni a féktávokat. Vágom! Összeestünk teljesen. Igen. Ahogy beszéltük el, csak nem árultunk zsákomacskát, ezeket elmondtuk. Igen.
Ja, Istenem, Istenem. Többiek voltak már kint boxba? Igen. A francba. Hát ja, igen, a szárny cserével ment az idő, ja. Neked, ja. És még van 8 kör, baszki. Durva. Safety car kéne. Nagyon. Nekem igazából mindegy, mert így is, úgy is safety car után is elmennek mellettem. Mármint előttem. Csak nyúlnak el, egyszerűen béna vagyok ezen, ki kell mondani, és kész. Ez a pálya, ez nagyon nehéz. Én is béna vagyok rajta, nagyon. Tavaly se szerettük. Nem, semmiképpen egyszerűen nem. Ez valahogy így nem. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. Kilenc másodpercre van már tőlem az Isti is. És az előbb 7,7-re volt. Nem jó, srácok. The gap to the car ahead is 2.8 seconds. Ez ilyen practice nekem gyakorlatilag. De ám baj, jövő héten Nagy-Britannia. Yeah. Ahogy hallom, eső is lesz valamelyiken a kettő közül. No, István! Oda durrantotta. Hát a seggem kitöröltem vele. Ja, Istenem. Ó! Oh. Eltoltam a kormányt! Jaj, ez jó! Próbálok menni, mint az állat, de... Egyszerűen nem. Isti, majd mondj egy köridőt. Majd mondok, várjál! Srácok, szerintem ott már helyet kellett volna hagynia. Lehet, hogy torpedó voltam, de... Na mindegy. 1:27:44. Aha, megkaptam megint a 3 másodperces penaltit. Hát olyan szépen rám zárt Ricardo. Az jó. Hogy most megint szárnyam. Mert hagyjuk a faszomba, kész. Hogy kéne így megelőznöm, őszintén? Nem tudom, én nem láttam, hogy mi volt. Hát, majd nem tudom utólag. Jó, hát torpedó voltam, aláírom. De szerintem annyira nem extra torpedó, vagy extrém szintű. Na mindegy.
ha mellette voltál már és úgy szállt rád, akkor... Mellette akkor voltam már réges-régen. Még volt időm azon gondolkozni, hogy itt már rég hagynia kéne helyet, érted? Tehát az én első tengelyem, az már az ő hátsó tengelyével egy szintben volt. Érted? Innentől kezdve... Na mindegy, igazából teljesen mindegy, csak úgy lett volna pontszerző hely. Csak az akció miatt próbáltam, hogy valami izgalmas legyen a vége így a videónak. Srácok, nullázunk gyakorlatilag Magyarországon. Ez egy nagyon nagy nulla. Ez most már egyértelmű. Kész, ennyi. Hát ő utálja a médiát, ez egyértelmű. Hát ez egyértelmű. Na, objektív életem. Jaj, Istenem. Gyere, csináljunk csapatfotókat is, ti. Azaz! Szalomozgassunk. Alakítsunk itt egy pályát gyorsan. Teszt! Időnkből kitellik. Fél árnyékozzunk egymásnak, nézzünk gyors köröket. Figyelj már amúgy, te kaptál a büntetést? Persze, már 6 másodperc. Ja, akkor nem, akkor érezk utolsó előtt, jó van. Abszolút. Hoppá! Jaj! Nem practice van, jó gyerek! Ne haragudjatok, srácok! Jó, hogy nem még ide is fingasz el. Nem a világom a befögés azért így videóba, de ez most így tök véletlenül kijött. Jó van, azt mondom már. Figyeli már a hóhér, hogy jóval megyek. Kár, pedig az elég jót voltam sokáig a harmadik helyenből, lehet van a pont is, de... Hát sajnos... Én azon nagy alak, hogyha az ötödik helyet ott megtartom és nem dobom el azon a fehér szaron, akkor hol? Akkor hol végzek? Mert ott voltam az ötödik helyen is, a 12-ről, 4 kanyar alatt. Házom! Hát nem tudom. Mindegy. Majd Nagy-Britanniában hozzuk a pontokat. Vagy nem. Nem. Vagy nem, így van. Nem, ez tavaly jól ment nekem. Neked jól ment? Hát neked meg az osztrák pálya ment jól. Ja, ja. Te már megkaptad a jussodat. Azaz! Meg Abu Dhabi. Én még Abu Dhabi-ban bízok nagyon majd év végén. Hát megértem, akkor csinálunk egy egész izét. Azaz. Az jó volt. Teljes távolság. Aha. Egy 21-2 a legjobb időm. Hát ez van. Ezt tudom, srácok. Tényleg jön tudok ezzel jobbat menni. És eldobom a semmitől. Ja, Istenem. Anyád picsáját. Dehogy maradok kint. Srácok, inkább nekivágom, aztán nézzük őket, hogy mit mennek, jó? Mert... De nem tudok elfordulni se. Vágom most, én! Nézzük őket szépen. Ebbe az utcsó két körben. Na jó van, hú. Oké, nézzük, Perez. Hát Perez rohadtul nagy előre tetszett. Ki jön mögötte? Azt tudod, de még nem mekkora előre? Nem mögötte, nem? Russell. Ja, tényleg George Russell. Hamilton megközelíti George Russell. Russell. 5 tizedre van. Ez itt egy előzési opció lehet tőle. A második helyen megy a csata. Lewis Hamilton nem teszi be. Nem szokta. Hogy izza, apa, 1-es 2-es szektor. Mi történt ott? Yellow flag. Jó! Jó hangzik, jövök! Jövök learatni! Pierre Gasly, ó, nem vagy utolsó! De, az vagy? De, mert retire vagy! Jaj, Gasly? Gasly rip?
úgy látszik. Na mindegy, menjünk vissza a csatához, mert itt Hamilton nagyon komolyan elkezdte ostromolni George Russell. Hát, hogyha rámegy itt a célegyenesben, lesz rá opció. Okay, clear. Ja, tehát Daniel Ricciardo és Nicholas Latifi ez 4/10-re van. Na nézzük! Hammer time! He's run. Nem nagyon volt ebből semmi, 6/10. Nem érkezik rá túl gyorsan. Oké, akkor menjünk lejjebb. Megnézzük Ricciardót. Ő nagyon közel van viszont Latifihez, ők még csak most érkeznek a célegyenesbe. És itt egy elég komoly bolyt tudna egyben megelőzni. Majd István érkezik. Szala István 7,3 másodperccel Daniel Ricciardo mögött. Nem, egyszerűen nem. Itt az utolsó körben már nem nagyon akarnak megpróbálkozni egy-egy előzéssel. Itt egy elég komoly boly van, mert Kevin Magnussen is. Valtteri Bottas, aki a 11. helyen van, Kevin Magnussen 7/10-re autózik mögötte. Nézzük Szala Istvánt, ő mittól. Szala Istvánnak kicsit füstöl a motorja, én úgy látom. Igen? Aha. Nagyszerű. Vagy ja nem, az csak gőz, vagy pára, vagy... Ah, érted. Nem kéne, hogy füstöljön azért. Nem. Vissza, back to... De tud-e füstölni a játékban a motor amúgy? Daniel Ricciardo. Karrier módon szerintem biztos tud. Aha. Na nézzük, Daniel Ricciardo az utolsó próbálkozásait lőheti itt el. Hát, hogyha... Amióta nem vagyunk a Renault-nál, Okon azért csak a 4. helyen a Renault-val. Hihetetlen, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a bolyjal. Én már torpedóztam volna. Hát, lószarjóska nem lett itt, nem előzés, Szala Isti. Érkezik, és a 18. helyen befejezi a magyar nagydíjat. Ünnepel a közönség. Ez Szala van. István. Hazai Szala pályán. István 18. Csenki Patrik 20. helyen zárta. Óriási futam volt. Azt hittem a drive-t. Büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk a magyar fiúkra. Hát ez van. Na hát srácok. Van. Látjátok mellettünk elvileg az eredményjelzőt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Hello! Szevasztok, sziasztok! Szevasztok! Hello! Jöhet az out! Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.